Egymás után érkeznek az ajándékok a Nyíregyházi Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény központjába. A csomagok élelmiszert, édességet és papírírószereket rejtenek. Az adománygyűjtést az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség megyei szervezete indította az ünnepek előtt. Számunkra öröm, hogy egyesületek, vállalkozók, magánszemélyek is csatlakoztak ehhez. Ki szeretném emelni az Itthon Fiatalon Szülőföldön és a Hieroteosz Egyesület csatlakozását, akik a saját adományaikkal is hozzájárultak ehhez az akcióhoz. Szeretném kiemelni azt, hogy vállalkozók is csatlakoztak, főleg fiatal vállalkozók, olyan a baráti körünkhöz tartozó fiatalok, akik fontosnak tartották ezt az ügyet. A szövetségnél minden évben szerveznek valamilyen karitatív akciót, elsősorban így advent idején. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy felelősséget vállaljunk a közösségünkért, rászoruló embertársainkért. Most a járványhelyzet idején különösen így van, hiszen több család került nehéz helyzetbe, több intézményben a látogatási tilalom miatt, meg vannak fosztva attól a közösségé, mint ezek a gyerekek a járványhelyzet miatt, ami nem teszi lehetővé azokat a széleskörű, vidám felszabadult találkozásokat, amelyeket megszoktunk az eddigi években. Ezért úgy gondoltuk, hogy idei évben itt Szabolcs-Szatmár-Meleg megyében a megyei összefogásnak az eredményeképpen budapesti segítséggel, országos segítséggel nevelőszülőket, intézményeket és családokat látogatunk meg, és viszünk el egy kis segítséget, hogy megköszönjük az egész éves helytállásukat ebben a különösen nehéz esztendőben, és kívánjunk egy egészségben teli, boldogabb új évet. A Nyíregyházán átadott adományok az intézmény nevelőszülői hálózatán és lakásotthonain keresztül több mint 100 családhoz jutnak el még az ünnepek előtt. A nevelőszülői hálózatban jelenleg 151 nevelőszülő kap ajándékot. Önállók van most per pillanat 680 gyerek, fiatal, úgyhogy ők fogják kapni az ajándékokat. Egy részüket a lakásotthon, egy részüket pedig a nevelőszülői családok. Az intézményvezető a gyermekek által rajzolt képekkel köszönte meg a segítséget. Ez pedig már kis léta. A település ápoló gondozó szociális otthonának 200 lakója és 130 dolgozója mandarint és szaloncukrot kapott. A szövetségnek a térség országgyűlési képviselője segített kiválasztani a támogatott intézményt. Véleményem szerint a legnehezebb sorsú emberek itt élnek az állami fenntartású gyermekvédelmi intézményben, itt Kislétán, és minden jó szó, minden egyes másodperc, amikor közösen gondolkodunk azon, hogy hogy tudjunk nekik segíteni, az véleményem szerint mindannyiunknak jó. Az intézményeken kívül Nagykálló és Kislétai rászoruló családokhoz is eljutott a segítség. Az X tervei szerint pedig januárban tovább folytatódik a gyűjtés a Nyíregyházi Egyházmegye által javasolt célok megvalósítására.